Újdonság az ingatlan piacon. Egyre több külföldön élő magyar szeretne hazaköltözni, főleg azok, akik több évtizede elhagyták az országot. Segítségnyújtás helyben. 16 településen évente 250 önkéntessel segít nagycsaládos rászorulókon az Otthon Segítünk Alapítvány. Egyszerűbb adatközlés. Új ingyenes számítógépes programmal segíti a gazdálkodókat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a gazdálkodási napló kitöltésében. Egyre több külföldön élő magyar szeretne hazaköltözni, főleg azok, akik több évtizede elhagyták az országot, idősebb korukban viszont Magyarországon szeretnének élni. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Ukrajnából is sokan érdeklődnek a megyei ingatlanirodákban, elsősorban befektetési céllal, készpénzért vásárolnak lakást vagy házat. Teszik mindezt annak ellenére, hogy az árak még mindig folyamatosan emelkednek. Az újépítésű lakásokra a legtöbb esetben már a látványterv elkészítése után találnak vevőt az ingatlanosok. Az év első harmadában lényegesen megemelkedtek az ingatlanárak, nem csak a fővárosban, hanem a vidéki településeken is. Jelenleg egy panellakás négyzetméter ára 160-200 ezer forint között van, a családi házak átlagosan pedig legalább 17 millió forintba kerülnek. Ezek az összegek folyamatosan emelkednek, közölte az általunk megkeresett értékesítő. Sok esetben külföldi érdeklődők is megkeresik az ingatlanirodákat. Főként ukrán állampolgárok vásároltak, ők általában készpénzzel kisebb értékű ingatlant, és itt nem volt probléma az, hogy nem Nyíregyházán, hanem Nyíregyházán kívül, tehát egy ilyen 20-25 kilométeres körzetébe. És egyre több, ami hozzánk is ilyen ingatlan érkezik, mert egyre többen keresik a vidéki ingatlant, nem csak külföldiek, hanem természetesen olyanok is, akik mondjuk Nyíregyházán, abból az önálló családi házból 10-12 millióért nem találnak, vidéken viszont ebben az árkategóriában már sokkal jobb felszereltségű ingatlanokat lehet találni. Országos átlagban a külföldi vevők 36%-a volt kínai az év első hónapjában. Számukra a legkedveltebb település Hajdúszoboszló volt az észak-alföldi régióban, derül ki az egyik ingatlan iroda felméréséből. De egyre több külföldön élő magyar szeretne hazaköltözni. Vannak olyan érdeklődőink is mostanában, akik már régebben kitelepültek külföldre, Angliába, Kanadába, Írországba, de egy 25-30 éve, és most elérték a nyugdíjkorhatárt, szeretnének visszatelepülni, mert az ott megkeresett pénzből itt tudnak jobb minőségi ingatlant vásárolni, és itt szeretnék a nyugdíjas éveiket eltölteni. Ezek az érdeklődők főleg Nyíregyházán és a megyeszékhely 5-10 kilométeres körzetében keresnek ingatlant. Korábban elvétve volt külföldön élő magyar érdeklődő, az elmúlt időszakban viszont hetente legalább egy-két megkeresés érkezik az általunk megkérdezett irodába. 16 településen évente 250 önkéntes támogatja munkájával az Otthon Segítünk Alapítványt. Az idén 15 éve szervezett országos hálózatban működik, a rászoruló nagy családosokat segíti. Önkéntesei a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szorgalmatosan is patronálnak egy helyi többgyermekes családot. Sziasztok! Hétvégi rövid látogatás bíróéknál van-e szükségük valamilyen segítségre, és nem betegek-e a lányok? Marika néni több mint 10 éve patronálja a szorgalmatosi 3 gyerekes családot. Ha szükséges, segít a ház körül férjével. Vigyáznak a 12 éves és 8 éves autista kislányokra, rendszeresen orvoshoz viszik őket. Nincs nekik közel semmiféle rokonság, nincs anyuka, nincs anyós, és ilyenkor elég nehezen kérik meg a segítséget, mert nagyon nehezükre esik, de szeretném, ha többet kérnének, tehát többen kérnének, mert ez egy nagyon nagy dolog. Nagyon nagy dolog, hogy elmehetünk és segíthetünk, mert nyugdíjasok vagyunk, és erre ráérünk, hogy segítsünk másokat. Én nagyon örülök, hogy ebben már 10 éve benne vagyok. Hajnit és Dórit édesanyja egyedül neveli 17 éves fiú testvérük is velük lakik. A család hátrányos szociális helyzetben él, szűkös anyagi körülmények között. Ők nem segítők, hanem egy nagypapa és egy nagymama lettek. Ezáltal, hogy segítenek, mert már olyan szinten vannak velünk, hogy tudják a lányok minden napjait, és hogyha valakire kell hagynom, mert a lányok bizonyos embereket igényelnek, csak nem fogadnak el, ezáltal csak nekik tudok szólni. Bármilyen napi tevékenységben, házi munkában, gyerekfelügyeletben, ügyintézésben segítenek. Az Otthon Segítünk Alapítvány önkéntesei. Az ország 16 településén van a szervezetnek kapcsolattartója,
akik odairányítják a segítőket, ahol szükséges. 2015-ben rendszeresen 170 önkéntesünk járt ki családhoz. Ezen kívül egyébként még különböző programokat is szerveznek egy-egy településen, ahová be tudnak menni a kisgyerekes családok. 2015-ben 300 családnak segítettünk, tehát ez egy folyamatos segítséget jelent, és ez a 300 család, ez 440 gyereket jelentett, tehát ennyi gyerek volt ebben a 300 családban. A szervezet bővülni szeretne a jövőben Győrben, Szegeden, Debrecenben és Nyíregyházán is helyi szolgálatokat, kontaktirodákat hoznak létre. Új ingyenes számítógépes programmal segíti a gazdálkodókat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a gazdálkodási napló kitöltésében. A szoftverben rögzített adatok alapján már a kötelező adatszolgáltatásokat is el lehet készíteni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal számára. A program jelzi a felhasználónak a fontos határidőket is. Egyre több agrártámogatás elnyerésének feltétele, hogy a termelők gazdálkodási naplót vezessenek, sokan még mindig otthon egy egyszerű füzetben jegyzik fel, hogy mivel permetezték a növényeket, mekkora az ültetvénynél a sor és tőtávolság, vagy éppen mennyi volt a műtrágya felhasználás. Pár évvel ezelőtt pedig megjelentek az internetes felületek, számítógépes programok, Kis Andrásné már évek óta elektronikusan intézi ügyeit a falu gazdászok segítségével, így jegyeztette gazdálkodási tevékenységét korábban is. Az interneten keresztül a számítógépen ott feltöltjük, és használtuk már, igen, akár a nitrátérzékeny területekkel kapcsolatban, vagy permetezési napló feltöltése ilyenekre. Néhány napja azonban megjelent egy új, minden gazdálkodó számára elérhető és ingyenes szoftver, ami segíti egyebek mellett a gazdálkodási napló kitöltést is. A gazdáknak a támogatás igényléséhez mindig meg kellett felelni valaminek, és ez nagy adminisztrációval járt, ha arra gondolunk, hogy az MVH-nak meg kellett felelni, a NEBIC-nek meg kellett felelni, a nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak meg kellett felelni a műtrágya kijuttatáskor. Ez annyiféle adminisztrációt jelentett a gazdálkodóknak, és ezen próbált az Agrárgazdasági Kamara vezetése segíteni, és egy olyan programot hozott létre, mely mind a három szervezetnek a kényekedve szerint elfogadhatóvá válik. A NAK hivatalos oldalán bárki regisztrálhat és már használhatja is a programot. Rögzíteni lehet új területet, táblát is a rendszerben, mindössze pár kattintással. Minden egyes gazda a saját tábláit valamilyen névvel illeti, és akkor ez legyen egyszerűen csak Pisti, miért is ne. Egységes kérelemben ez már a negyedik tábla lesz, támogatási jogcím, hát a SZAPSZ támogatás és a zöldítési támogatás minden egyes gazdálkodót megillet, ezt jelöljük is be. Polenszky András, a Kamara ügyfélszolgálati tanácsadója azt mutatja, hogy a rendszerben azonnal lehet támogatási igényt jegyezni. Szükséges még többek között blokk azonosító, a helyrajzi szám, valamint a település megadása is. A szoftver jelzi a gazdáknak a fontos határidőket, és figyelmeztet a bejelentés köteles események időpontjára is. Akadnak még mindig olyan gazdák, akiknek nincs számítógépük vagy felhasználói szintű tudásuk a programhoz, nekik a falu gazdászok továbbra is segítenek. A fiatalok helyben tartása és a turisztika fellendítése. Többek között ez is célja a Kocsord jobbikos polgármester jelöltjének. A településen május 8-án tartanak időközi választást, amelyen Földi István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés Jobbik frakciójának tagja is indul a polgármesteri székért. Földi István a mintegy 3000 lakosú településen több mint 300 helyi támogató aláírását gyűjtötte össze a jelöléshez. Nagyon-nagyon fontos probléma például Kocsoron a közmunkaprogramnak az új értékelése, az utak, járdák, csatorna elvezetőknek ugye a felújítása, az ifjúságpolitika Kocsordon, a közösségi és kulturális életnek a fellendítése, ami nagyon-nagyon fontos számunkra, a fiataloknak a helyben tartása, és ami mellett folyamatosan kitartunk, ugye az M49-es gyorsforgalmi elkerülőnek a megépítése. Ezek olyan súlyos problémák, amelyek elő elmondható, hogy nem foglalkoztak. Egy kéregető hajléktalan férfi lépett gépkocsi elé szombaton délután Nyíregyházán az északi temető előtt. A járművezető már nem tudta elkerülni az ütközést.
A férfit súlyos sérülés gyanújával vitték kórházba, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Egy 10 emeletes panelház második emeletén egy villanytűzhelyen felejtett étel kezdett el füstölni tegnap délután Nyíregyházán a Ferenc körúton. A szomszédok hívták a tűzoltókat, a mentők megvizsgálták a lakókat, szerencsére időben érkeztek a szakemberek, a lakásban csak füst volt, a lakókat nem kellett kórházba szállítani. Április 11-e a Magyar Költészet napja. József Attila születésének évfordulójáról országszerte megemlékeztek. A témáról a folytatásban, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. Megszerezte első győzelmét a bajnokság közép szakaszában a Marsónyíregyháza. Sitko Ernő együttese a MAFC csapatát fogadta, és a fővárosiak 91-78-as vereséggel távoztak Nyíregyházáról. Kiütéses győzelmet aratott a Kisvárda Master Guda labdarúgó NB2 22. fordulójában. A várdaiak 1-0-ás félidő után 5-0-ra verték a Sziget-Szent Miklóst. A vers örök, szépségét, titokzatosságát közel lehet hozni a kamaszokhoz. Nagy Zsuka nyíregyházi költő volt a vendége a Waldorf iskolában tartott rendhagyó irodalom órának, amelyet a Magyar Költészet napja alkalmából szervezett az iskola. A Magyar Líra napján beszélgettek kortárs költészetről, és József Attila verseit is felidézték. József Attila 11 évesen írta első versét, amelyben elérhetetlen vágyait fogalmazta meg Jolán Júlia számára. 111 éve ezen a napon született József Attila költő, a Magyar Líra meghatározó alakja, akinek versei több mint 100 év elteltével is tudnak újat üzenni számunkra. Költészete forradalmat jelentett a magyar irodalmi életben, alkotásai szellemi öröksége ma is nyomot hagy a magyar kortárs költők versein. Tél, gipszben a szívem, röggel alatt a világ. Az emberek nyitottak a költészetre, a versre, mondja a nyíregyházi költő Nagy Zsuka, aki a Waldorf iskola vendége volt ma. A kamaszok is fogékonyak a költészetre, az önkifejezésre. Még ha az iskolában kevesebb kortárs költőt ismernek is meg, az interneten megtalálják a poétákat, és van kapcsolatuk verseikkel. Azt szoktam mondani, hogy a vers egy ember, egy versember. Hogy nézd meg, hogy mit tudsz belőle elfogadni. Első látás, amik a külső tulajdonsága, belső tulajdonsága, miért szereted őt, miért nem szereted őt. De szerintem nagyon fontos a hozzáállás. Nem lehet úgy, ahogy már minket tanítottak, nem lehet úgy kortárs költészetet tanítani. Egyszerűen át kell alakítani a nyelvet, a hozzáállást, a didaktikát. Sorok, melyek József Attila verseiből valók, részletek, melyekből szabadon alkothattak közösen egy új verset a diákok, a feladattal a költészet szabadságára, szépségére, az alkotás örömére irányították rá a diákok figyelmét az irodalomtanárok. Holokauszt vándorkiállítás nyílt a nyíregyházi vasútállomáson. A tárlat egy debreceni túlélő emlékei alapján készült, eddig 85 városban már több mint 140 ezeren látták. A kiállítás megnyitóján egy magyar túlélő, Valsányi Imre mesélt személyes élményeiről. Egy ekkora vagonban akár 80 embert is szállítottak a munkatáborokba a II. Világháború idején. A holokausztra emlékező vándorkiállítás érkezett a nyíregyházi vasútállomásra. 2007. márciusától már 85 városban több mint 140 ezeren látták a tárlatot. A kiállítást egy debreceni túlélő emlékeiből készítette az Életmenete Alapítvány. Tulajdonképpen a Schwarz Sanyi bácsinak a személyes életére, illetve a II. Világháborúra történt tapasztalataira építette föl, és az ő történetén keresztül próbálja bemutatni az egész holokausztot, illetve ami a magyarországi zsidósággal történt. Varsányi Imrét 1944-ben Újpestről vitték el egy lengyelországi táborba, akkor még csak 14 éves volt. Visszaemlékezésében arról mesélt, hogy egy föld alatti repülőgépgyárat építettek a németeknek. Amikor a vagonokhoz szállították őket, még nem tudták, hová kerülnek. A Muldorfi munkatáborból végül 1945-ben jött haza. A utazás az körülbelül olyan 60-70 ember volt egy barakban. Enni kaptunk egy 20 dekás darab kenyeret, meg egy kis lekvárt. Ez volt a 3 napi élelmünk. Volt egy vödör víz a vagomba, és fogalmunk nem volt arról, hogy hova megyünk, meddig megyünk, mikor érkezünk meg,
mert mindent, ami megtörtént, azt csak utólag tudtuk meg tulajdonképpen sokkal később, hogy mi az, ami velünk történt, és hol történt. A második világháború idején Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is több ezer embert hurcoltak el a lágerekbe. Módszeresen felmérték annak idején, hogy ugye kimutatások alapján, hogy mennyi zsidó származású emberi nem csak a megye városaiban, hanem falvaiban is, és az is köztudott, ugye, hogy azért itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében elég magas volt a zsidóság aránya, és annak csak a nagyon-nagyon nagy töredéke tért vissza. Abba kell belegondolni, hogy nem egészen egy év alatt történtek ezek az események, és a több százezer magyar zsidót, akit kivittek egy év alatt, lényegében nem akarok nagyon kegyetlen szót használni, de eltüntettek az élők sorából. A nyíregyházi állomáson április 16-áig tekinthető meg a tárlat. A vándorkiállítás következő állomása Nagykálló, szeptemberben pedig újra visszatér majd Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Ősztől Nyírbátorban látogathatják majd az érdeklődők. Megszerezte első győzelmét a bajnokság közép szakaszában a Marsó-Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese a MAFS csapatát fogadta, és a fővárosiak 91-78-as vereséggel távoztak a Bemiskola csarnokából. A kék cápák legközelebb pénteken Szegeden lépnek majd pályára. Jól kezdte a mérkőzést a középszakaszban még nyeretlen hazai együttes, az 5. percben 13-2-re vezetett a házigazda. Az első negyed végére ugyan 3 pontot csökkent a két csapat közötti különbség, a második 10 perc pedig 23-23-as döntetlennel zárult, érezni lehetett, hogy a nyíregyháziak kontrollálják a találkozót. A nagy szünet után 10 pont fölé kúszott a kék cápák előnye, és bár a fővárosiak próbáltak zárkózni, a Szavics, Krisztanovics és Angru által vezérelt Marsó Nyíregyháza minden támadást visszavert, és a harmadik, illetve a negyedik negyedet egyaránt 5 ponttal nyerve megszerezte első győzelmét a középszakaszban Sitko Ernő együttese. Úgy gondolom, hogy végiguraltuk a mérkőzést. Az első félidőben nagyobb különbséggel vezethettünk volna, hogyha az indításokból nem eladott labdák következnek, és befejezzük ezeket az egyszerű létszámfölényes helyzeteket, de azt kell, hogy mondjam, hogy nem bánom, hogy így alakult, mert általában akkor szokott megtörni nekünk a lendületünk, amikor a biztos vezetés tudatában hátradőlünk, és nem koncentrálunk annyira, úgyhogy teljesen elégedett voltam azzal, hogy az első fél időben közel egyenlőben tartottuk a mérkőzést, de mindig mi vezettünk, a második fél időben pedig azt hiszem, annak ellenére, hogy a MAFS egy kicsit változtatott a védekezésen, és sokkal erősebben próbáltak minket letámadni, annak ellenére is megőriztük a hidegvérünket, és végre olyan kontrolláltan és olyan szervezetten tudtunk játszani az erősebb védekezés ellen is, ahogyan azt szeretnénk. A 21 pontig jutó Tét Amru szerint a bajnoki hajrához érve folyamatosan javul a csapat formája. Motiváltak vagyunk, tudunk csapatként is küzdeni, és az, hogy egy viszonylag jó csapatot, mint a MAFS meg tudunk verni, illetve egy kiki meccset tudunk játszani Ászberénbe, az igazából lökést ad nekünk, és minden megvan ahhoz, hogy sikeresen fejezzük be a szezont. Az alsóházi tabella élén a már biztos bennmaradó Szeged áll. A második MAFS és a harmadik Jászberény közül kerül ki a negyedik Marsó-Nyíregyháza osztályozós ellenfele. A kék cápák pénteken Szegeden lépnek majd pályára. Kiütéses győzelmet aratott a Kisvárda Master Gold a labdarúgó NB2 22. fordulójában. A várdaiak 1-0-ás félidő után 5-0-ra verték a Sziget-Szent Miklóst, és a tabella negyedik helyén állva 3 pontra megközelítették a feljutó helyen álló Zalaegerszeget. Második tavaszi hazai meccsén az utolsó előtti helyen álló Sziget-Szent Miklós fogadta a Kisvárda. Az első félidő nem hozott sok említésre méltó eseményt, egyetlen helyzetével viszont jól sárfárkodott a házigazda, a 14. percben Cseri baloldali beadása után Kosta szerzett vezetés csapatának. Az 59. percben ismét balról érkezett egy labda, Délszeg csúsztatása pedig a vendégkapu baloldalában kötött ki. 4 percet kellett várni az újabb gólra, amelyet az erős Cseri Kosta trió hozott össze, utóbbi közelről pörgetett a jobb alsó sarokba. A hajrá újabb 2 gólt hozott, a 84. percben egy jobboldali szöglet után Vári lőtt kapura, a labda pedig Délceg hátáról perdült a gólvonal mögé. Az 5. találatot egy kontrából szerezte a Kisvárda, Cseri a saját térfeléről indulva vezette be a labdát a 16-oson belülre, és lőtte Sánta kapujának jobb alsó sarkába. Ez volt az a mérkőzés, amiben minden elemében felül tudtuk múlni az ellenfelet. Annak kifejezetten örülök, hogy 2 forduló után ez volt egy olyan mérkőzés, amelyet teljes létszámmal tudtunk befejezni. Én úgy gondolom, hogy az első fél időben
nem igazán találtuk a fogást, bár akkor sem jutott el az ellenfél a kapunkig, a második fél időben pedig teljesen föléig tudtunk kerekedni, és azt arra mondom, hogy mindenféle értelemben, tehát mind kondicionálisan, mind labdabirtoklásban, mind a párharcokban, mind a helyzetek számában és mind a rúgott gólokban, teljesen megérdemelten nyertük meg ezt a mérkőzést, még ilyen arányban is. A vendégek eltiltott edzőjét, Tamási Zoltánt helyettesítő Pintér Zoltán érthetően csak az első fél időben mutatott játékukkal lehetett némileg elégedett. Az első félben azt gondolom, amiket próbáltunk ezen a héten gyakorolni, azt nagy részben visszakaptuk. Ott voltak igazából olyan elemek, amik pozitív visszacsengésűek voltak. A másik félben teljesen átvett az irányítást a hazai csapat, és ott nagyon fölénk nőtt, úgyhogy az már kevésbé tetszett a stábnak. A mérkőzést két góllal és egy gólpasszal záró Dilcek Gergely szerint fontos volt, hogy hazai pályán is kiszolgálják szurkolóikat. Ez nagyon kellett, mert ugye ez volt a második mérkőzésünk itthon, és sajnos a Soroksár ellen veszítettünk, amit szerettünk volna most jóvá tenni a szurkolóknak, és úgy gondolom, hogy ez 5-0, ez egy közönség szakaszható mérkőzés volt. A forduló további eredményei a következők: Sopron-Balmazújváros 1-2, Szolnok-Vác 0-1, Szeged-Budaörs 2-0, Soroksár-Ajka 1-0, Csákvár-Dunaújváros 4-0, Zalaegerszeg-Siófok 3-0 és Gyirmót-Mezőkövest 2-1. A tabella élén az 50 pontos Gyirmót áll, megelőzve a 39 pontos Zalaegerszeget, a 38 pontos Mezőkövesdet és a 36 pontos Kisvárdát. A várdaiak szombaton Budaörsön lépnek pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Egyre több külföldön élő magyar szeretne hazaköltözni, főleg azok, akik több évtizede elhagyták az országot, idősebb korukban viszont Magyarországon szeretnének élni. Ukrajnából is sokan érdeklődnek a megyei ingatlanirodákban, elsősorban befektetési céllal készpénzért vásárolnak lakást vagy házat. 16 településen évente 250 önkéntes támogatja munkájával az Otthon Segítünk alapítványt. Az idén 15 éve szervezett országos hálózatban működik, a rászoruló nagy családosokat segíti. Önkéntesei a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei szorgalmatosan is patronálnak egy helyi többgyermekes családot. Új, ingyenes számítógépes programmal segíti a gazdálkodókat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a gazdálkodási napló kitöltésében. A szoftverben rögzített adatok alapján már a kötelező adatszolgáltatásokat is el lehet készíteni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal számára. A Kölcsei Televízió iradóját látták április 11-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is tudósításainkat, további híreinket megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap már több lesz a napsütés, nyugat felől szárazabb, melegebb levegő érkezik fölénk, emiatt fokozatosan erősödik a nappali felmelegedés. Éjjel csökken a felhőzet, közepesen felhős lesz az ég, kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északi a szél többnyire mérsékelt marad, reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős lesz az ég, de emellett több órás napsütés is várható. Egy-egy zápor előfordulhat, a délnyugatira forduló szél helyenként megélénkül. Délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincs térségünkben. A következő napokban változékony időre számíthatunk. Csütörtökön egy hideg front okoz majd átmenetileg erősen felhős időjárás záporokkal, zivatarokkal, néhány fokos lehűléssel. A hét utolsó napjaiban kisüt majd a nap, de záporok továbbra is előfordulhatnak. Vasárnap ismét hidegfront érkezik, így a jövő hét elején jelentősen visszaesik a hőmérséklet, éjszaka fagypont közeli értékre hűlhet a levegő.